Ez így nagyon rossz lesz. Nem baj, majd mást kérdezek. Ez a művészet haver, ez nem ócska, ez nem béna, ez nem gagyi, mert ez a művészet haver, ez a művészet haver, ez fejbe ver haver. Ennek nincsen kezdete, ennek nincs vége, ennek nincsen kezdete, ennek nincs vége haver, mert ez a művészet haver. Általános iskolás koromban, ilyen hatodikas koromban már egész tudatosan érdeklődtem mindenféle művészetek iránt. De hát legfőképpen a képzőművészet fogott meg. Zenélnék viszont később kezdtem el, kamaszkoromban alakítottunk egy underground zenekart, és akkor ott én gitározni kezdtem, illetve énekelni, meg dalokat szerezni. De foglalkoztam színházzal is, játszottam egyetemi színpadon, és valamennyire vonzott a színészet. Vas megyei vagyok, Celdömölkön nőttem fel. Hát az Nyugat-Dunántúl, a Sághegy nevű kis tanúhegy lábánál fekszik ez a kisváros, ahol lakom. Ez egy vasutas város. 2 hónapja felköltöztem Pestre, és akkor itt próbálok most egzisztenciát teremteni. A legkorábbi fázis, amit így annak mondanék, az még az általános iskolai. Akkor leginkább szobrász szerettem volna lenni. Magam ástam az agyagot, és szedtem, és agyagszobrokat készítettem leginkább, és ezeket a napon szárítottam meg, és hát teljes meggyőződéssel ez a szobrászati érdeklődés mozgatott engem akkoriban. Aztán középiskolába felvettek egy képzőművészeti szakközépiskolába, ahol volt egy elég karizmatikus festészettanár, akinek a hatására a festészet felé fordultam. És aztán miután kirúgtak a művészeti szakközépből, sima gimnáziumba kerültem, és hát ott a rajztanárom az első órák után kijelentett, hogy hát ő soha nem tudott így rajzolni, és az ő évfolyamtársai se tudtak így soha rajzolni. Úgyhogy nagyon jó dolgom volt. Igazából élveztem a szituációt, hogy egy olyan közegben vagyok, ahol csak én foglalkozom a képzőművészettel ilyen szinten. És hát megmaradtam, tehát akkor középiskolás koromban is a festészetnél, illetve a rajzolásnál. És végül így felvételiztem a képzőre, és itt is festőszakot választottam. De igazából mindig is vonzott a harmadik dimenzió, és nekem sose volt elég a kétdimenziós kifejezésmód, és igazából most is úgy érzem, hogy képzőművész vagyok, és nem tudnám így behatárolni, hogy festő vagy szobrász. Bekerültem ugye egy romantikus attitűddel, hogy én festőművész szeretnék lenni. Ez tényleg egy ilyen romantikus, tótmenyhértes, Gulácsi Lajosos hatás sok közepette éltem meg, és akkor erre jött egy ilyen abszolút hideg zuhanyként a tanár segédek és a tanároknak a kiózanító és kérdései, illetve tehát azt éreztem, hogy inkább elbizonytalanítani próbálnak mindenben, mielőtt én bennem inkább egy ösztönös energia van ez irányba, tehát kevésbé vagyok egy ilyen spekulatív,
viszont az egyetemen meg pontosan, hogy erre világítottak rá, hogy igazából meg kell gondolni, mielőtt a vászonnak neki esik az ember, hogy mit is akar, és miért is akarja azt valamit. Én pedig inkább egy ilyen extatikus, vagy kis ilyen, vagy úgy mondanám, hogy hát maradjunk az extatikus állapot, tehát egy ihletett állapotban állok neki általában dolgozni, és nem is igazán akarom tudni, hogy mi fog történni, hanem szeretem, hogyha ha valahonnét megtalálom ugye a dolgokat, vagy megtalálnak engem a dolgok. Tomboló kis gyerekek, felnyalják a parkettet. 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 Az első kiállításom a Rakott Rumli című kiállítás volt. Ez 2006-ban volt Szombathelyen az Oktogon galériában, ami hamar meg is szűnt. De nagyon sikeresnek mondhatom azt a kiállítást. A szombathelyi viszonylatban nagyon sok érdeklődő volt, talán a Humoros cím is közrejátszott ebben. Erről a kiállításról elég sok munkát sikerült eladnom. Az Irokész gyűjteménybe kerültek ezek a munkák. Köztük volt tulajdonképpen a diplomamunkám is, a Lovagpáncél, ami az egyik legemblematikusabb munkám. A tavalyi évben ez látható volt a Magyar Nemzeti Galériában is a gyűjteményes irokész kiállításon. A következő lépés az nagyon sok lépés volt igazából, elég sokat dolgozom, sokat festek, sok ilyen objektet, illetve szobrocskát készítek papírból. Sok tárgy vagy szobor évekig készül. Hát van, hogy az érési folyamat húzódik ki, így úgymond, amíg a munka tényleg olyan végleges lesz, hogy abba tudjam hagyni. Picasso-nak is volt egy ilyen mondás, hogy egy festmény nem lehet abba hagyni, mert az a halála. Rengeteg hatást megemlíthetnék, szóval a dadaistáktól elkezdve Duchampon át, tehát nagyon sok hatást befogadtam, de még Picasso-t is mondhatnám. Kimondottam másolni, nem másoltam, így mondjuk Gulácsi stílusában azért csináltam néhány képet, de egyik sem másolat volt. Meg viccből egyébként szoktam parafrázisokat készíteni, illetve ez nem is vicc, hanem az egyik kedvenc szórakozásom a parafrázis. Színeivel elég sokat foglalkoztam. Jelesül a Majáris című képpel elég sok variációt készítettem. Én nem vagyok ilyen szerencsétlen. Én nem vagyok ilyen szerencsétlen. Én nem vagyok ilyen szerencsétlen. Itt amilyennek kinézek. Itt amilyennek kinézek. Semmiben nem ásom bele magam szerintem olyan mélyen. Van egy szint, amíg érdekel egy dolog, aztán mellépek is tovább, és jön valami más impulzus, vagy más hatás. Ilyen szempontból talán kiforratlan az, amit csinálok, vagy amilyen vagyok, de most úgy érzem, hogy ez így van elevenen a tehetségem, tehát hogy mindenféle dolgokba bele kóstolok, vagy mindenféle dolgot megpróbálok értelmezni magam módján.